Ezt még hát XD. Nem klippelnek. Klippelni kéne, mert hogyha klippeltek minden vicces dolgot, vagy olyan dolgot, ami nem feltétlen vicces, csak jó lenne visszalátni egy heti XD-ben, akkor megcsinálom. Vagy megcsináljuk. De nem klippelnek, srácok, klippeljetek mindent. Karácsony. A karácsony a szeretet ünnepe. Ilyen... Miért így kell beszélni mikrofonba, hogy karácsony? A karácsony a szeretet ünnepe. Jó! Adományozás content. Hogy mindenkinek szép karácsonya legyen, ezért készítettünk 100 darab Mikulás csomagot. Úristen, lehetett volna inkább csinálni mondjuk 95-öt, és a pénzből venni egy jó mikrofont esetleg, amit megspóroltatok az 5 csomagon. Nagyon jó. Nagyon jó fejek ők, látjátok, hogy milyen jó fejek. Hát ezek után már szinte el is felejtettem azt, hogy ha valaki negatív kritikát csinál róluk, akkor szétlövik a fejét kinyomtatva egy lőtéren. Olyan jó emberek, hát nem látjátok? Adományoznak. Körülbelül, hát mennyit, 4 vagy 5 órát utaztunk. Úgy érzem, hogy a 20. évemben is meg kell tennem ezt. Teletankol kocsival jöttünk, most ennyinál. Rengeteg van még benne. Mi ez a kínos csend? Dombóváron vagyunk. Dombóváron? Mi a f***? 2022 Instapik. Kajak Dombóváron vannak. Mekkora plot twist ez, bazd meg? Ide jöttek hozzám, geci. Hallod? És nekem nem szóltak, geci. Kajak. Államutazás, meg ilyenek, és így kajak, azt hittem, hogy nem tudnak meglepni, és megleptek, kajak. Most már félek, hogy benne lesz a házunk, hogy valami. Úristen, itt voltunk akkor, amikor megkaptuk az első kameránkat, ami miatt elkezdtünk videózni. Megérkeztünk a Dombováron történt az első tesók videó. És visszajöttek. A tesók ugyanonnan származik, mint én. Vagyis a csatornánk. Arra a helyre, ami emlékezetes pont nekünk, mivel innen indult az egész. Őszintén meg kell mondanom nektek, amikor megkaptuk az első kameránkat, nem örültünk neki, mert más akartunk karácsonyra. Ez lett a sorsunk, hogy cringe videókat gyártsunk YouTube-ra. Ó, milyen giftet kaptam? Mi a f***om ez? Mi a... ez mi a cember? Hitler hates anime. Teslások lettek a középsulisok? Föltörték a középsulit? Ezt tudom élni. Rendesen élem. Ennyire jó minőségben még nem hallottam. Ez így sokkal jobb, mint a tesiteremben, hogy visszaveri a fal a szar hangszorú hangját. Ki fogok próbálni megint ilyen TikTok videókat, és lesz a part 3. Wow, micsoda intro. Nem tudod, hova raktam a... Mit csinálsz? Semmit. Mi volt ez a hang? Csak a Family Guy-t nézem. Jó, akkor azért volt ismerős ennyire ez a hang. Na, nem sokára, vacsi! Pornó XD. Nice. Erre én nagyon kíváncsi leszek. Még soha nem csinál. Mi történik? Hogy csinálta? Amúgy az a durva, hogy... Jaj, ne, ezek a zenék, geci. A legundorítóbb copyright free zenék. Kicsit érzem, hogy ráragad a kezemre, de... De mégse eléggé. Ragad, de mégse eléggé. Nem jó. Egyszerűen nem tudom megcsinálni, pedig szerint... Ez a videó annyira rosszul van megvágva, hogy ezt nem is értem. Gumicukorból, savanyú, édes, minden jöhet. Na nézzük. Úristen. Hallod? Ez igen jó. Ez 2012-es hangeffektek vannak bevágva a videóba. Erre is nagyon kíván. Azt imádom amúgy, hogy úgy vágja be a TikTok videókat, hogy ez már egy 3-szor letöltött videó, és még valaki odarakta a fejét, hogy reagál rá, hogy és erre kap, nem tudom, 625 000 lájkot, hogy ott van a feje a sarokban egy embernek, aki csak kinyitja a száját egy random videónál, és így őt követik be az emberek, holott amúgy egyáltalán semmi érdeme nincsen. És akkor ennek a lánynak még kevesebb érdeme van, mert ő még a fejét se rakta, hogy reagáljon, de ő utána legalább megcsinálja az egészet, szóval. Ez már sokkal jobb. Ő neki, ez a karrierje fénypontja, hogy reagál egy ilyen videóra. Na jó, ez működik, ez jó lifehack, ez működik. Ez szerintem nagyon jó volt. Nem fog neki. Na, nézzük meg! Miért akarnál kihukasztani egy bögrét? Nem tudom.
Ezt ne kérdezzétek meg, én nekem ezek a kérdések már nem merülnek föl. Miért ne akarnál kiukasztani egy bögrét? Ha simán az asztalnál csináljuk, akkor milyen lesz? Itt van az első, ami kiukadt, ugye? És akkor és itt van a második. Most következőnek próbálják. Egyszerűen kéne fölvennem, várja, hozzok még mielőtt itt. Nem hiába mondom, ne próbáljátok ki otthon. Így is sikerült. Mekkora kamu! Így is ugyanúgy jó. Hát ez hamis. Nagyon helyes. Fehér asztalon sokkal jobb lenne. Nem is értem most, hogy mi volt a lényeg ennek? Mitől igaz vagy hamis? Kipróbáltam. Mit próbálsz ki? Nem értem, hogy mik ezek a lifehack-ek. Te oda néz! De azért szerintem kézzel még mindig praktikusabb, mert látod, olyan felületet is leszedett, ami igazából hasznos és kellene mondjuk a kajához. Mi a meglepő? Tadám! Most egész fújtam el. Ennyi marad. Annyira jók ezek a hangeffektek, olyan sokat segít rajta, annyira goofy az egész. Goofy A videó. Mi ez, Milla? Mi ez a füst? Van neki ilyen 30 darab sound effektje, és nagyon-nagyon precízen próbálja használni az összeset. Oh, 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 oh. 15-öt benyomott. Annál a humornál tartunk 2023-ban is, hogy dolgokat lejátszunk visszafele, és utána újra, és visszafele, és újra. Az nem, nem humoros, szerintem. Sorry. Kölyök, azt nézem, ahogy valaki subgiftel nekem, és kapom a subgiftet, miközben azt nézem. Bruh. Nem tudok az oldalon fizetni. Kecske vlog, első szubom, és most is itt van. Azóta, ez 6 hónap, azóta is nyomja a szabokat. Hát ez szerintem írtó aranyos. Így né? Készíts! Várjál. Ez nagyon mókás. Ezt azt mondom, hogy próbáljátok ki itthon. Várjál, berakok a leva, ami kemény zenét. A GTA San Andreas zenéjét vágta be a tánchoz. Ezzel a kis cukisággal fejezem be. Megjött az apukánk, a gecik, azt most. Ez nagyon nem jó videó. Bra, ez L. Szia manin, ha elfogyott a manin, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe. Kacsa, Tyler vagy.